találkoztam macskával, nyullal és félelmetes oroszlánnal. Őket fogjuk látni most Lázár Ervin Gyerünk Doktor Zirzurhoz című produkciójában, a Bakonyosztopia előadásában. Felkészülnek utána ajkaiak mozgásütmussal, vagy veszprémiek hangszeres zenével, és szünet nélkül fogjuk folytatni a produkciókkal, hogy kicsit behozzuk a lemaradásunkat. Köszönöm. Amikor egy pálcán kézen állt a pálcán, és amikor a lécék voltak az észmércék. Jaj,
lesz az ajtónak. Jó, akkor ő jön a rúgás, mint itt lelé. Kalapot viselt, sárkokat csírt és frangolt, csokornyakkendővel. Utálod a csokornyakkendőt, és ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is, ráadásul racsolva hazudott, sőt, hazudozott. Szerinted mi az a miszerint? Mi lenne? Egy kötőszó. Szinte a kötőszó. És te találkoztál egy kötőszóval? Most mondtam, sárkokat csokor. És hazudott? Nem annyira. Halljátok, ez megőrült. Egyáltalán nem őrült. Felé van miszerintek kettél a tárgyra. Bruckner Siegfried fogad, azért is van ki, mert soha sem mosott fogad. Tudomásom szerint ő kell, mert legalább 100 éves. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, annyi, mint 142 nap. Azt javaslom tehát, hogy a közadakozásból vegyünk 200 fogkefét és 2400 tubus fogkrémet, és amíg el nem fogy, az a 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal mossa a fogát, pótolja a mulasztást. Mi az? Fáj? Dehogy, ez 142 éjjel és nappal. Csak ez a megoldás. Egyáltalán nem megoldás. A lyukoktól még nem múlik el. Most hát a ítélet napig. A lyuk van, legfeljebb tiszta lesz. Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosatlan fogó, rossz nem? Azt akarod mondani, hogy szégyeljen magam? Hát nekem van egy ötletem, meg kell összefagy. Mondjál szintén idemlel a tisztársak, elfordítanál tekinteni, éve szémjelrel a szém kiadás utással kirúgnál a fogát. Mi? Micsoda? Nem is olyan rossz ötlet. A te fogalat azt mondja. Mitől itt az én igazán jól tudom? Nem is így akarja jót mindenki. Azt mondta, találod, fordítsam a szemem, a fogamat megtartsam oda. Talán rakjam a szememet a fillem mögé. Mi? És ebben mi a biztosítjuk, hogy éppen azt a fogamat tudja ki, amelyiket a lyuk van. Mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jár. Mondod, hogy a szerencsétlen beteggel, azt igen, ahhoz érted, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogy hogy fogok felmenni a fájdalomtól. Nekem volna egy ötletem. Kalapát csak kivelni a fogamat. Mi? Vagy paritjával, ahogy én téged ismernem. Na jó, akkor nem is szólok sem. No, nem kell azért megsértődni, maradj csak! Te megszűkít, nagyon is itt van senki. Halljuk, vagy valami. Arra gondoltam, hogy Bruckner Siegfried szemfogának írni kéne egy levelet. Nagyszerű, ez a legjobb megoldás. Esetleg egy verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának. Igen, tisztelt szemfog, rajtunk ön ki nem fog, önön nevetni fogunk. Mit szemtelek ez? Ha megsértődik a szemfog, és aztán nézhetünk, főleg szegény Siegfried nézhet. Nem én vagyok a szemtelen, a szemfog a szemtelen. Hát ezt nem értem, ha egyszer szemfog, akkor lesz szemtelen. Gönnögön. Micsoda, halljátok, mit mond? Halljuk! Arra mondasz, hogy mennek el egy fogorvoshoz? Igen. Hát aztán nem, de nem ám. Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek! Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Mondjuk, hogy csak a fogorvos segít. Olyan mogorva vagy velem. Mondhatjuk vidáman is, csak a mi fogorvos, ha segíthet. Szép papírból! Egy szóval, csak a fogorvos segít. Hát gyerünk fel az a fogorvoshoz, hát mi vagyok én, egy gyávanyúl. Na, csak ne nyulazzunk. Akkor majd valaki elkísérik, kiválatozik. Én...